A legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos program karcagi eredményhirdető ünnepségét tartották a Városháza előtti téren. A kertbarátokat Szepesi Tibor polgármester köszöntötte és szólt elismeréssel a kertművelő programról. 2012-ben Sári Kovács CV alpolgármester asszony által elindított program alapcélja, hogy a kertek versenyével a kertművelés hagyományait megőrizzük, a kertművelő embereket, az ő kitartó munkájukat megbecsüljük, és hogy az ő példájuk nyomán egyre többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között, továbbá egyfajta szemléletváltást és formálást kezdeményezzen, melyet majd egyre inkább a felnövekvő generációk is átvesznek. Ez a hivatalos leírása ugye a legszebb konyhakertek programnak és ennek a céljának. Engedjék meg, hogy egy kicsit inkább a saját érzéseimről beszéljek a kerttel kapcsolatban, és egy tegnap előtti irodában történt dologról. Ugye egyszerre került a kezembe két meghívó, illetve két program. Az egyik a mai kertprogram meghívója, a másik pedig a Kulturális Központ egyik programjának a következő felhívása, amelyről egy vers részlet jutott rögtön eszembe, ugye József Attila Kertész leszek című verse. Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással, csak a beojtott virággal. Nem fogom elemezni a verset, bár nyilván tanár úrra hivatkozhatnék, amikor verselemzésről van szó, de ugye érdekes a vers, nyilván emiatt jutott eszembe, de azok, akik itt vannak, azok nyilván nem csak a kerttel foglalkoznak, hiszen főállásuk van, családot tartanak fönt, háztartást vezetnek, sok-sok mindennel foglalkoznak, és emellett egyfajta hobbiként, kikapcsolódásként művelik a kertet, dolgoznak a kertekben, és foglalatoskodnak azzal a csodálatos házi kerttel, zárt kertekkel, udvari kertekkel, nehogy Isten balkonládával, hiszen ilyen programja is van a legszebb konyhakerteknek, amelyet aztán jó ízzel, kellemesen, learatva a gyümölcsöt, zöldséget el tudnak otthon fogyasztani. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a legízesebb gyümölcs, a legjobb zöldség az mindig a saját kertben terem, és azt valahogy teljesen más elfogyasztani, annak más íze van. Ki lehet menni a piacra, meg lehet vásárolni mindenféle zöldséget, mindenféle gyümölcsöt, lehet, hogy sokkal pirosabb, sokkal nagyobb, sokkal egészségesebb, ne adj Isten a cseresznyében, lehet, hogy nincs benne a kukac sem, de az, amit otthon a fáról leveszünk, felhúzunk ott rögtön a kertből zöldség, még ha van rajta egy pici hiba, még ha van benne egy pici kukac, akkor is sokkal másabb. Én azt gondolom, hogy ezt az itt lévőknek nem kell bemutatni. Mint Sári Kovács Szilvia, a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei magyar örökségdíjas program ötletgazdája, programigazgató értékelésében elmondta, sokan kezdtek növényeket nevelni a balkonon, illetve ásták fel a kertjük egy részét, hogy zöldségtermesztéssel töltsék ki bezártságban töltött napjaikat. És bár az időjárás nem volt kegyes, hiszen több hetes forróság is volt, és volt, amikor jégeső tarkította a nyarat, ennek ellenére 40 karcagi kertes nevezett az idei megmérettetésre. 326 településről eddig 2066 kertről van tudomásunk, de ezeknek a száma még szaporodik, hiszen a feltöltések még mindig folyamatban vannak. Karcagon 46 nevezéssel indultunk, hiszen én úgy gondoltam, hogy minden tavalyi nevezőnk az idén is szerepel, de aztán hatan mégis úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a programban, vagy éppen eladták a kertjüket, és nem tudnak kertet művelni. Így maradtunk kereken 40-en. De nem baj, hiszen a 40 ember is gyönyörű kerteket fog nekünk mutatni. Sajnálom, hogy nem tudjuk most ezt prezentációban bemutatni, de úgy gondolom, hogy talán a tél, vagy a tavasz, koratavasz időszak még egy ilyen alkalomra is összehozhat bennünket. Minden évben elmondom, hogy a Jóisten megkínált bennünket mindennel. Mindig kapunk jót is, és sajnos rosszat is. Hát így volt ez 2021-ben is. Indultunk azzal,
hogy nem akart elmúlni a tél. Még júniusban is 6 és 9 fokokat mértünk reggelenként, bizony ezt a kertművelők is megtapasztalták, hiszen volt olyan, aki már 6-szor vetett, de még egyszer sem kelt ki belőle semmi. Aztán van, aki teljesen föladta, és bizonyos termények így aztán ki is maradtak az évi repertoárból. Aztán miután jött a meleg, jött vele a szárazság is, és bizony nagyon-nagyon ritkán esett az eső, vagy egyáltalán nem kaptunk csapadékot, égi áldást. Aztán persze igyekezett bepótolni, és jött a sok eső. Aztán meg azzal nem tudtunk mit kezdeni. Persze aztán jött a forróság, és a forrósággal együtt jöttek a viharok. Volt olyan, akinek a kertjét teljes egészben elverte a jég, és volt olyan, ahol egy óra hosszáig csak jég esett. El lehet képzelni, hogy mi maradt abból a kertből. Így aztán bizonyos terményekből igen-igen rossz termés mutatkozott meg, és amikor az értékelő díjakat átolvastam, és én rákérdezek mindig a legjobb és a legrosszabb termésre, bizony meglepődve tapasztaltam, hogy olyan év még nem volt, hogy a szegény retek és a saláta a legrosszabb termések között végezze. A zöld borsó egy pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt leszerepelt, hát erre most is volt példa. De olyan nem volt, hogy a zöld borsó a saláta és a retek mellett szintén a legrosszabb minősítést kapja. És aztán teljesen vegyes volt a megítélése a rossz és a jó terméseknek. Van, akinek az uborkája volt rossz, van, akinek a paradicsoma, van, akinek a paradicsom volt a legjobb, tehát úgy mondom, teljesen káosz alakult ki, hiszen talán az udvara válogatta meg, talán az árnyékolhatóság, vagy a locsolhatóság, vagy eleve a kertnek az elhelyezkedése azt, hogy miből legjobb vagy legrosszabb termés született ebben az évben. Tehát hektikusan változott ez a kérdés. Országosan több mint 200 település, több ezer kertje és kertművelője versenyzett, és közben termelte meg családjának a zöldséget, gyümölcsöt. A karcagi díjátadón most is sokan kaptak kertjükre első díjat, és vannak, akiket országos elismerésre is felterjesztenek.